Én elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, a ráncaimmal, a kevesebb hajammal a gyerekek hát után. Van még. Férhez mentél Hújber Ferenchez. Egy furcsa állapot volt az akkori állapot, nem igazán voltam önmagam. Igazából az egész történetünk nem így indult. Tehát nem így indult, hogy ebből házasság lesz, komoly kapcsolat, sőt még gyerekek. Tehát Isten ment, ez egy ismerkedés volt, jól éreztük magunkat. Nem gondoltam volna senki, hogy ez lesz belőle. Magamra haragudtam, miért hagytam eddig? Tehát miért hagytam eddig húzni a dolgokat? Ezt a történetet, ezt nem tudom, szerintem hónapok alatt lehetett volna játszani. Ami megváltás tudatom volt a Ferivel kapcsolatban. Szerintem a Feri nagyon tiszteli és szereti a Rolandot, hogy ő került mellénk és a gyerekeim. Mióta vagytok együtt? 5 éve. 5 éve? 5 éve. És most már férj és feleség vagytok. Igen. Hogy találkoztatok? Tinderem. Hová tűnt mai vendége, Tölgyesi Kell Cynthia, üdvözlünk! Sziasztok! Szia, hello! Sziasztok! Sziasztok! Hogy vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol manapság? Hát, hogyha ez 2 percig tartana a beszélgetés, akkor én rémunalmas lennék, mert én nagyon jól vagyok. Én de boldog hát az jó, vagyok, és jól, jól érzem magam a bőrömbe. Abszolút helyemen. Igazából úgy kerek minden. Hát, most, hogyha ilyen nagyon vicces akarnék lenni, akkor mint egy UFO. Hát egyébként manapság ezt nem lehetett kihagyni. Igen, igen. Ezt nem lehetett kihagyni. Tehát ugye az UFO zenekarban ismert meg az ország, igen. És azóta nagyon sok minden történt, de hát akkor oké, boldog vagy, ennek örülünk. Igazából azóta vagyok boldog, amióta az élet nagy kérdése, és szerintem ezen nagyon sokan gondolkodnak, és a barátnőm által készített egy ilyen szeretett felirat, hogy love, és így ránézve azt mondtam, hogy igazából én is sokszor gondolkodtam rajta, hogy mi az a család, a munka, karrier, házasság, szerelem, nem tudom. És így ránéztem, és azt mondtam, hogy a szeretet. Tehát igazából, hogyha szeretet van, akkor tényleg minden megvan. Mert onnantól kezdve mindent meg lehet oldani. Ha szeretve vagy, és ha szeretnek, és leginkább magadat is szereted, és elfogadod úgy, ahogy van, szerintem ez az első pont, és én ezzel 1, 2, 3, én elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, a ráncaimmal, a kevesebb hajammal a gyerekek hát után. Van még, is van még. Ne sokkal több na volt, jó, értem, meg az őszhajszálaimmal. Bocsi, az őszhajszálaim, engem ezek nem zavarnak, és én szeretem, és tényleg, hála jó Istennek összeteszem a két kezem, hogy van 2 gyönyörű, egészséges gyermekem, van 3 kutyám, van egy szerelmem, aki szeret, és én szeretem, és innentől kezdve nem lehet baj. Menjünk vissza egy kicsit az időben, mert ugye a rovatunk, ez túl vagy a műsorunk... Volt így. Nem. Isten őriz, ez csak egy... Ez most egy rezümé, egy nagyon általános megfogalmazás, csak tudod, amikor az emberek így beszélgetnek, régen látott embernél kíváncsiak a konkrétumukra. Ugye, hogy a Tomi is említette, a te pályád az UFO együttessel kezdődött a nyilvánosság előtt. Valójában te táncosként kvalifikálódtál, és ez az eredeti mesterséged. Majd... férhez mentél Hújber Ferenchez, és született 2 gyereketek, akikről ma mondod, hogy 2 gyönyörű gyermek. Aztán elváltatok, magadra maradtál. És kézzed, de békében váltunk el. Igen? Nagyon szépen és békében váltunk el. Nem annak indult, de a közepénél úgy felvett egy ilyen sima utat, és azóta 1, 2, 3, akárhányszor beszélünk, akárhányszor találkozunk, mintha a legjobb barátok lennénk. Ez rajtad állt, hogy békés útra terelődött? Mindkettőnkön. Szerintem, csak 2 emberen szerintem mindkettőnkön. Tehát én csak bíztam benne, hogy így fog alakulni, és hál' Istennek... De ő most tudtommal Angliában él. Igen. És így tud kapcsolatban lenni a gyerekekkel? Abszolút, voltak is nála. Aha. Kivitte őket Angliába, úgyhogy... Mennyi idősek a gyerekek? A Noel 14 éves, most lesz 15, és elbüszkélkedem, hogy kosarazik, és éppen most ment ki a bokája, mi alatt beszélünk a kosárlabda táborba, de reméljük minden rendben, szaxofonozik, amiért nagyon-nagyon büszke vagyok rá, egy örökmozgó, és hát ugye én nem toltam ilyen irányba soha, nem voltak ilyen elképzeléseim, de most a gimnáziumba drámaszakra megy, mert a első versmondó versenyét megnyerte, az osztályfőnöke szerint is egyszerűen, hogyha elkezd szavalni,
akkor mint egy atomreaktor valami beindul. Úgyhogy ösztönösen a színészet felé szeretne menni. És apukájának mi erről a véleménye? Igazából azt mondta, hogy a drámaszak maga, mint olyan, az nagyon hasznos az életben, a továbbiakban, az emberek megismerésében, szituációs játékokban, hogy ki mond, hogy ki mert, hogy csináld. Szerinte is tehetséges, de hát én nem tudom, hogy szeretném, hogy színész legyen igazából. Hát ez az, azt láttam az arcodon, hogy nem biztos. Nem. De miért nem? Mert nagyon nehéz. Szerintem nagyon nehéz szakma is. Tudom, csak én nem tudom, a színészethez szerintem kell egy sötét oldal is. És én ezt nem láttam benne eddig. Az mit jelent, hogy kell egy? Kell egy sötét oldal. Hát amikor egy mondjuk rossz karaktert, vagy negatív karaktert, vagy olyan érzéseket játszol le, azt ha nem élted meg, azt nem fogod tudni úgy eljátszani. Tehát nem tudom. Tehát meg kell tapasztalni ahhoz dolgokat. Aki nagyon jó rossz, annak van a való életben, a színpadon kívül is egy nagyon rossz énje. Biztos, mert meg kellett élni a dolgokat. Át kellett élnie, meg kellett tapasztalnia, nem csak a jót is. Tehát nem hiszem, hogy csak eljátszani. Tehát ha valaki csak eljátsza, az nekem nem természetes. Ha én természetesnek látom azt tehát hogy látom, hogy megélte. Terozik a hátam, Anthony Hopkins-szal nem akarok találkozni. Jó, de ez nem azt jelenti, hogy akkor aki gyilkost játszik, annak gyilkosnak kellett lennie életében, csak hogy valahonnan tudjon merítkezni. Én így van, tehát így legalábbis van. Nehéz élethelyzetek. És olyan meggyőződésem mondod, másfél évtizedig éltél egy színésszel, nem is akármilyennel, akkor ott is lehetett egy sötét oldal. Igen. Igen, persze. De mindenkiben van, csak hogyha ezt mondjuk színpadon is el tudja, vagy filmen játszani, az megint más történet. Tehát, hogy és én a Noel Best nem láttam, aztán felolvasta a verseit, illetve egy kis szösszeneteit, amiket kiír magából, ő egy nagyon zárkozott, magába nyomja el a dolgokat. Biztos borzasztóan örül, hogy most ezekről beszélek, fényképezésre bírja. És... Például tök érdekel. Nehéz, el kell neki mondani, hogy úgy nehéz lesz színésznek lenni. Igen, ez is olyan érdekes diszharmónia benne. Szerintem igazából. Egyébként azért ez a kor is, mert bocsánat, ebben valami praxisom van, mert van egy 14 meg egy 17 éves fiam is. De jó korok. És azért ez a kamaszkorra ez is jön, nagy. Hogy valószínűleg az egyik énje, igen. Az vágyja azt, hogy megmutassa magát, kibontakozzon, a másik pedig elzárja. Ez természetes. Igen. És ott viszont kiderült, hogy de van sötét. Nem sötét, sötét gondolatai, tehát úgy mondjam. Ja, ami, tehát a verseiből kiderült? Igen, ami valahol normális, tehát teljesen normális, hogy egy tinédzsernek vannak hát meg színes, azért... meg fekete, meg fehér, meg mindenféle fajta gondolatai. Most ballagott, ugye, Noel? Igen, most ballagott. Akkor hívtalak éppen telefonon, és olyan... A ballagáson, igen. Olyan érzésem volt, olyan játékosan fogsz fel mindent. Más anyuka tiszta stressz egy ilyen helyzetben, most nem, mert öleljük a virágot. Nem lett volna az ő ballagása, ott se vagyok. Tehát úgy mondta, hogy én nem teszek ki senkit ilyenek, hogy egy ballagásra eljön órákig a napon állni, nézni a, nem tudom, 50-60 gyereket, hogy ballagjon. Tehát én például... Anyunak szóltam, a Roland született, a nagyiknak szóltam, és mondtam, hogy ha van kedvük, nem kötelező, ha van kedvük. És ezt mondom, a Noel Sanyi, tehát, hogy így néz a videókat, jesszusom, tehát inkább otthon lett volna, és pizzázott volna már, de hagyd büszkélkedjek, kitűnő 8 dicsérettel, és semmi közöm nincs hozzá, semmi. Valami talán csak az ő érdemet. Nem, én nem tanulok vele, egy hangot nem tanultam vele. 8. év végén. Ez az ő munkája, ő legyen rá büszke. És azért fontos ez, mert ez valójában valamilyen egyéni ambícióból születik. A szülő ambíciójában én nem hiszek. Én sem. Gyerek ambíciója. Ez így. Másik gyerek? Noah 8 éves, és ő egy veszedelem. Tehát a Noel még lány belülről, a Noah fiú belülről, ő karatézik, úgyhogy most már a második vagy harmadik vizsgáján van túl. Hát ő egy ilyen nagyon belevaló csajszi igazából. Apuka szerelmes a lány. Igen, szerintem igen, de korlát. Elég sokan ezzel így vagyunk, hogy a Noahba szerelmesek vagyunk, ő is szaxofonozik, és karatézik, és jó tanuló, és néha rossz, mint a bűn. Úgyhogy... imádom őket. De az így és, van jól. Igen, bocsánat, még egy szó a testvérekhez. Jó tanuló, jó gyereket, azt nem szeretjük. Ja. Jó tanuló, rossz gyerek, az jó. Igen, és még egy szó, soha nem verekedtek, és nem nyúltak egymáshoz, soha az életben. Hát jó lány, ez így tisztességes. Nem, tehát, hogy nem. Szóba tudnak vitázni, azt nagyon tudnak szóba vitázni, de soha egy újjal nem nyúltak egymáshoz. Nem csak, hogy olyan érdekes, hogy látok olyan tesókat, hogy ütik, verik egymást, és akkor ezt nézzük, hogy
Táncos vénádat örökölte Noa? Igen, ő a Blackpink dalokat kívülről fújja, és az összes koreográfiát letolja, amit én már nem is tudnék csinálni. Azt is néha, de az annyira nem ér. Mert más világ van. Jó, de viszont tudnak, az én kedvenc korszakom, hiszen akkor voltam kamasz, a 90-es évek közepe, amikor ti berobbantatok, és ott voltatok, mint UFO együttes, és akkor azért az egy, hogy mondjam, a magyar zenetörténetnek egy igazán furcsa időszaka volt, ugye? Mert ott elég sok olyan zenekar volt, mint a tiétek is, igen. Ahol nem te voltál az énekesnő, csak táncoltál, és rátátoktatok valaki másnak a hangjára. De azért sokáig ezt titkolni kellett, nem? Igen, igazából, de utána azt hiszem talán az egyetlenek voltunk, akik ezt felvállalva el is mondtuk, csak az a megmosolyogtató a történetben, hogy útközben én megtanultam énekelni. Tehát én a retro körbe, amikor már ugye újra összejöttünk a retro, nem tudom, 10 év telt el köztem, vagy nem tudom, ott már tehát mi áténekeltük. Tehát ott már elmondtok nekem valamit mindannyian, mert én vagyok a járatlan ebbe az egészbe. Ez nem egyszer, nem kétszer. Kezdve a Bonnie M-mel, ami megint egy másik korosztály, hogy a Bobby Farrellről találták ki, hogy ő csak táncol, és valójában ő nem is tud énekelni, és más énekel helyette. Én ezt soha nem értettem. Ugyanis leülök, megnézek egy UFO klippet, vagy egy Bonnie M klippet. Ott egyetlen egy dolog lényeg van, számomra elnézést, nem akarok érteni hozzá. Tetszik, vagy nem tetszik? Ha tetszik, akkor engem hol a francba érdekel? Hogy az, aki mögötte volt, és kitalálta, megálmodta ezt az egészet, és engem elvarázsolt azzal a teljesítménnyel, Amíg ez nem fölvállalt, addig ez becsapás. Egy picit, hát bocsánatot kérek, akkor David Copperfieldre se kell elmenni, mert ő oda jön és becsap engem. És imádom, amikor David Copperfield ott áll a színpadon, és olyan hülyét csinál belőlem, hogy a végén így nézek. Jó. Ez és körülöttem mindenki megfejti, hogy mit csinál. És néha én halkan közlöm, hogy nem elnézést, annyira szeretnék még 3 percig. Az illúzióban maradni, igen. Igen, jó, ma már ennek semmi jelentősége nincs, de annak idején, azért mondom, akkor volt, mert akkor azt szokták meg, vagy szoktuk meg, hogy kiáll Kon Zsuzsa, és a saját hangján ének. A legdurvább, hogy én mindig, amikor playback, tehát az előadás ugye playback volt, én mindig énekeltem a mikrofonba. Tehát, hogy nem élt a mikrofon, de én mindig. Nekem azt mondták, hogy te vagy a legfantasztikusabb előadó, mert nem látszik, hogy playbackelsz. Mert én mindig énekeltem, tehát hogy így jött ki a torkomból, csak hát a mikrofon úgy nem. Igazából tényleg én ezt megkaptam egy párszor, hogy gyerekek, itt van ez a két lány, tök csinosak, jól táncolnak, jók a klippek, ez a fura fazon a hajával, jó a repszöveg, hol érdekel, hogy ki énekel? Tehát hogy így valaki ezt lehet, hogy csalásnak érezte meg, azért elnézést kérek, vagy kérünk, de én meg egyszerűen csak imádtam. Tehát én mi ezt az egészet azért találtuk ki, illetve a Varga Zsolti, hogy a tánciskolánkat népszerűsítsük. És az UFO. És ez úgy bejött, hogy ugye 9 éven keresztül az UFO tarolt, tehát dübörgött. És úgy, hogy ezt soha nem felejtem, amikor az először meghallottuk a rádióba, mentünk fellépni valahová éppen, és szólt a dal, szerelem doktor, üvölt, és az autó, benne vagyunk a rádióba. És akkor végén, te gyerekek, ez nem a, jaj, kinek a szerelem doktort, a Keresztes Ildikó. Keresztes Ildikó. Ez nem a Keresztes Ildikó hangja? De ez a Keresztes Ildikó hangja. De hát ez az UFO. És így, na és akkor onnantól kezdve kész, senki nem hívott meg minket. Sehová effektív úgy. Tehát nem játszott rádió, nem játszott tévé minket. Pont ezért a dologért. És az összes pici falutól kezdve, de úgy képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy hentesbolt, közértesbolt, asztalok összetolva, 2 bodyguard mellettünk, és úgy csináltuk meg a fellépést. Tehát amit mi úgymond elértünk sikert, az, hogy azért, mert bejártuk az országot, és nagyon szerettek minket, megszerettek minket. Szinti, mikor találkoztál a te, és milyen körülmények között a szerelem doktoroddal, Huber Ferivel? De a szerelem doktorom, a Huber Feri nem a szerelem doktorom. Tehát, hogy hát egy ideig azért az volt, 2 gyönyörű gyermek. Hát ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa. Nagyon furcsa állapot, mert hogy furcsa állapot volt az akkori állapot, nem igazán voltam önmagam. A Feri színészként főleg nagyon-nagyon komolyan manipulatív ember, tehát hogy az mondja, amit te hallani szeretnél. Oh. Tehát, hogy így bele lehet kerülni ám a bűvkörébe elég rendesen,
És hát nagyon sok olyan dolog volt, amire abszolút nem, hogy nem voltam büszke, de szerintem a mai nap már fel se vállalnám. Igazából az egész történetünk nem így indult. Tehát nem így indult, hogy ebből házasság lesz, komoly kapcsolat, sőt, még gyerekek. Tehát Isten ment, ez egy ismerkedés volt, jól éreztük magunkat. Nem gondolta volna senki, hogy ez lesz belőle. És rá egy pillanatig, ha őszint akarok lenni, nem haragszom, végigmentem ezeken a folyamatokon, én magamon haragudtam. Nagyon sokáig magamra haragudtam. Miért hagytam eddig? Tehát miért hagytam eddig húzni a dolgokat? Ezt a történetet, ezt nem tudom, szerintem hónapok alatt lehet volna játszani. Valami megváltás tudatom volt a Ferivel kapcsolatban, mert hogy így ő alapjában véve tényleg egy egyszerű, a szó nemes értelmében, ugye szombathelyi vidéki ember, én nagyon szeretem a vidéki embereket, és egy megváltás tudatom volt vele kapcsolatban, hogy ne vesszen el, vagy hogy ne. De mit akart, bocsánat, nem, valakivel nem kapcsolatban tudom. Megváltás tudatom nem van, tudom, igen. Akkor valamitől menteni akarom, ki akarom menteni egy nem, életet. Nem, szerintem saját magától. Nem tudom, nem úgy, hogy menteni, hogy valamiből kimosni, vagy felvállalt ő mindent. Tehát nem erről van szó. Nem tudom, így a kapcsolatokkal kapcsolatban például, hogy én teljesen másképp látok szerintem dolgokat. Tehát én nem vagyok féltékeny típus, én nem nézegettem senki telefonját, én nem vágytam házasságra, én nem ebbe hiszek. Tehát szerintem egy közös otthon, egy közös gyermek, egy közös erősebb, mint egy ház. Én nem voltam ez a kislány, aki esküvői naplót csinált még ilyenne. Tehát erre se vágytam soha. Igazából visszatérve, szeretet van, akkor minden van. Az volt sok, csak vele nagyon ilyen hullámvasút-szerű volt az élet, és egy idő után elképesztően elfáradtam. És amikor már elfáradtam, akkor az, és ugye a két gyermek, és akkor azt mondom, hogy ez már nekem így nagyon sok. És így igazából ezért is váltunk. A mai párod, akiről mondtad, hogy a szerelmed, igen. Roland. Igen. Szerelmem. Olyan szép. Jól érzem, hogy ő akkor abszolút civil? Teljesen, abszolút. Tehát átmentél a másik oldalra, igen. Megtapasztalni a másik igen. Oldalra. De nekem voltak olyan barátom, akik civilek voltak. Tehát nekem a szakmából például nagyon sok ismerettségem van, de barátom nincs. Tehát a szakmából nincs, nem volt a szakmából, ugye Varga Zsolti, akivel igazából együtt kerültünk bele a szakmába, nem volt, nem tudom igazából miért, ő teljesen civil, és ezermester, mindent megcsinál otthon, és a két gyermeket úgy neveli, mintha sajátjai lennének, úgyhogy... És ez a két csoda. Férfi között nem okoz konfliktus? Na, kedvelik, kifejezett. Hát együtt most karácsonykor együtt töltöttük a karácsonyt. Tehát az volt az ajándék a Noelnek, mert ő azt mondta, hogy egyszer azt szeretném, hogyha mi és apáék, vagy apa, hát attól függ milyen állapotban, tehát hogy van-e párja, vagy nincs, együtt karácsonyozunk, hogy esik a hó, és együtt nézzük a reszkesetek betörőket. Ez a 14 éves fia már mindig is ez volt, és most egy próbáltuk megvalósítani, természetesen 40 fokos lázzal feküdt a Noel, de mi jól. És nem esett a hó. És nem esett a hó. Mert ez nem szokva. De a reszkesetek betörők meg volt. Mikor esett utoljára a hó karácsonykor? Na mindegy. Igen. Úgyhogy jó. Nagyon szerintem a Feri nagyon tiszteli és szereti a Rolandot, hogy ő került mellénk és a gyerekeimmel. Mióta vagytok együtt? 5 éve. 5 éve? 5 éve. És most már férj és feleség vagytok. Igen. Hogy találkoztatok? Tinderen. Tinderen? Na, hát akkor mégis van nem értem. Én nagyon sok, én sok ilyen sikersztorit hallottam. Én amit nem értek igazából, hogy mindig azt mondjuk, hogy a Tinder az bizonyos dologra használják, hogy mindenki csak azt akarja csinálni. Szex. Igen. De persze mindenki azt akarja csinálni, nem erről van szó, de hogy én minden, egy második mondattal, amikor megkérdeztem, hogy te mit keresel a Tinderen, én leírtam, hogy én mit keresek, ő leírta, és ahhoz képest folytattam, vagy nem folytattam a beszélgetést. Tehát, hogy, és én nagyon jókat beszélgettem a Tinderen. Ő mivel foglalkozik? Egyébként? Építőiparban dolgozik, építőiparban. Ilyen, nem is tudom elmenni, ilyen nagy gyári épületek, ez ilyen vázak, meg ezek, és ott ilyen, hát ő ilyen, majdnem, hogy vezető, és nem telefonos, úgy szülőszolgálatos, nem tudom, hogy mondjam ezt el, de távol áll tőlem az a munka, amit ő csinál, de ő a maga munkájában nagyon-nagyon tisztelem és becsülöm, mert fantasztikus. Tehát, hát és ha azt mondod, hogy 5 éve vagytok együtt,
akkor hát tulajdonképpen a 8 éves kislányod életében ő 3 éves korában... Anua meg is kérdezte, hogy anya nem baj, vagy, nem, vagy nekem két apukám van. Egyszer így megkérdezte. Aha, mert így, mondtam, hogy igen. Így épült be az agyában. Mármint, hogy ahogy, igen, igen, de hogyha, ahogy gondolod. Tehát, hogy nem baj, ha a Rolandot apának szólítom, mondom, nem. De hát úgy hívod, ahogy akarod, nem ezen múlik, hogy... Tehát azon mérjük, hogy ő ott van. És közös babán nem gondol? Isten ments, de hogy is, Jézusom. Nem. 46 éves vagyok. És? Én ne szórakozz. Manapság már? Nem. Miért nem? Én egyke vagyok, tehát én már túlléptem magamon azzal, hogy két gyermekem van. Anyu mindig azt mondja, biztos ismerem nem vagy normális. Ismerem ezt az érzést. Igen. És akkor innen, tehát én a testvéri szeretetet tőlük tudom, hogy mi az. Nekem uh-huh. nincs testvérem, de van testvérem, csak ő nem vér szerint, jó a barátnőm. Én az elején elmondtam arról annak, hogy annyi kutya lesz, amennyit akarsz, mert hogy ő imádja. Ő egy kutyussal is jött hozzánk. Tehát én is nagyon szeretem a kutyákat, ő is nagyon szereti. Mondom, annyi kutya lesz, amennyit akarsz, de gyerek nem. 46, nem szeretnék harmadik gyereket. Ő 3 éve fiatalabb, mint én. Tehát ő 43. Igen. És nincsenek gyermekei. Tehát a te gyermekeidet tekinti úgy. Igen. És ez fantasztikus. Igen. Tök érdekes, hogy ami az ő életéből hiányzott, a családi ház, a gyermekek, a kutyák, olyan szülők, ami nekem van mondjuk, nem, az ő anyukája, az ő anyukája, Jutka mama egy angyal, csak nem látszik a szárnya, de én látom. Hm. Ez is olyan szerencsés vagyok a családjával is, hogy édes jó Istenem. Nekünk meg azt hiányzott, ami ő. És akkor ez így összeállt. Ez körülbelül megismerkedtünk egy hónap múlva, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is volt egy hónap, a kanapén a Szentendrei házban ült, és mondtam, hogy hát el tudnának képzelni itt minden nap. És visszakérdezett, hogy akkor el tudnánk képzelni itt minden nap. Mondom, igen. Jó, akkor szombaton költözöm. Jó. Akkor már állt a kerítés? Nem, akkor még nem. Egyet akarok kérdezni, hogy nincs akkor benned, vagy nem volt bennetek olyan félelem, hogy egy... Hát akkor 38 éves férfiről beszélünk, hogyha az éveket így összerakjuk, öt évre visszamenőleg. Hogy egyszer csak megszületik az a legyőzhetetlen belső ösztönigény. Ezt én nagyon-nagyon gyorsan el tudtam rendezni, amikor ezekre a pillanatokra ére. Tehát voltak ilyen pillanatok, és azt mondtam, hogy oké, értem, de most teljesen őszintén a szívedben nézel, és belegondolsz abba, hogy ezzel a két gyerekkel, ezzel a családdal, házzal, bármivel, hogy mennyi munka van, hogy mennyi minden. Szeretnél egy harmadik gyereket? Nem. És kész. Ez most komolyan. Lehet, hogyha őt kérdeznéd meg, de mondjuk tartom annyira őszintének, és tényleg mindenről beszélgetünk, hogy ezt ő megmondta volna. Meg hát az első perctől kezdve tudta, én elmondtam, hogy én már nem gyereket. Igen, őt kéne megkérdezni, de igen, nem fél attól még 43 évesen is, csak kíváncsi vagyok, hogy egyszer csak egy kellemes szerdai napon arra ébred föl, hogy nem bírom gyerekkel, mert ez nem, mert a nők szok, tehát mindig azt szoktuk mondani, csak szerintem ez is egy általánosítás, hogy a nőkben jelenik meg az anyai ösztön. Szerintem ez a férfiakban is megjelenik, az apai ösztön. Biztos. Tehát, hogy kell a gyerek. Én szerintem szerencsés, hogy a Noa ilyen pici volt. Aha. Mert aha. Hogy igazából igen. Hozzá, tehát tényleg nekik... Kötődik. Igen, de megkapta nagyon. azt a korszakot, abszolút, a abszolút. Korszakot. Tehát ő például egy csecsemőhöz nem is szeretne hozzáérni. Nem? Félek, hogy eltörik. Mondom, nem törik el, de eltörik, olyan, mint egy porcelán. Nem fogom meg. Pont valahol voltunk, és mondom, hogy fogjam meg a babát. Ő nem. Tehát nem tudom. Ez egyébként érdekes, mert szerintem ez egy férfinél egészen addig van így, igen. Amíg először a saját gyerekét meg nem fogja. Lehet. Mert amikor megfogja a saját gyerekét, onnantól kezdve ennél természetesebb érzetni. Lehet. Úgyhogy ha egy szerdai reggelen erre fog fölkelni, akkor én meg azt fogom mondani, szerelmem, hogyha ennyire erős ez az érzés, akkor váljunk el, és akkor keres egy olyan lányt, aki... Jaj, nem akarok... Nem. Én azt is mondom, most ezen nevetett valamelyik nap, hogy mondom, figyelj, ha most egy ilyen nagyon csinos, nagyon szép, nagyon gazdag, nagyon csajt idehozná, hogy most, és fiatalabban, hogy szinti ez van, megérteném. Tehát megérteném. Tényleg? Igen. De ezt nem szokták. Hát pont ettől szoktak összeroppanni, mondjuk, hogy rendben, egy ilyen adódik. Rendben, csak én ennyit tudok.
Tehát én nem leszek fiatalabb, nem leszek, nem tudom, vékonyabb lehet, hogy leszek, de hogy nem, tehát hogy én ez vagyok, én nekem ez a csomagom, és hogyha ezt szereted, akkor szereted, de ha nem, akkor, de én bízom magamban annyiba, hogy ez nem fog előfordulni. Tehát én tényleg úgy gondolom, hogy én megtaláltam, én életem végig szeretném fogni a kezét. Olyan mély tisztelet és szeretet, és most... Nem, tehát a szerelem nekem kicsit ez már ez a lila ködös, rózsaszínes, ami egy picit elszáll, és itt meg annyira erős gyökereink vannak együtt, hogy ezt nem tudom elképzelni. Igen, ez olyan érdekes, hogy van egy komoly kontraszt a két életet között, hogyha ezt lehet két életnek mondani. Az egyik egy művész a maga korlátlanságával, a másik pedig egy mérnöki hozzáállás az épületet nézve. És a, igen, meg még a, egy ezzel összefüggő különbség, bocsánat, közbevágok, hát hogy azért a Ferivel a ti házasságotok az nagyon sokáig a nyilvánosság előtt zajlott, tehát hogy még valóságsóban is szerepeltetek. Sajnos igen. És azért most a férjedről lehet tudni nyilván, de hát nem szerepeltek minden pillanatban. Nem. Én az a baj, hogy sajnos minden szereplés után úgy éreztem, hogy mindig volt valami negatív dolog, és ebbe is már belefáradtam. Tehát én nem szeretném, meg én annól se szerettem volna kiteregetni az égvilágon semmit, és így tisztázunk le valamit például, hogy én a Feri előtt voltam úgymond ismertebb ember, tehát az UFO-val én ismertebb, előbb voltam hamarabb ismertebb, hamarabb, ismert, igen, mint a Feri. Ehhez képest, amikor mindig mindenhová mentünk, és a Hújber felé feleség, és a Hújber felé, és mondom, Tölgyesi kell Szintia. Nem változtattam meg a nevem, Tölgyesi kell Szintiának hívnak, nem szeretnék Hújber Ferenc lenni, tehát hogy így hagyjuk ezt. Tudod, mi az érdekes? Most, ha rád keresünk a Wikipédián, rögtön ez van feltüntetve. Holott egy önálló entitás vagy, egy tudatos, igen, nagyon klasszul organizálsz mindent az életedben, és mégis ott van, nem is zárójelben, Hújber Ferenc felesége. Nem akarom lemosni, igen, csak a nevét se vettem fel, és senki nevét sem fogom fölvenni, ezért tökre szerettem volna, hogyha úgy is kezelnek, hogy nem a felesége, hanem mondhatok erre valamit? Persze. De szerintem egy fél mondatodból arra következtetek, hogy ezt te is így érzed, vagy így tudtad. Ebben a kérdéskörben szerintem úgymond házhoz mentetek a pofonért. Igen. De nem, abszolút így van. Tehát hogy ezen mert gond. Onnantól, te csak tudod nekem mindig az embereket a dráma érdekli, persze, a rossz érdekli, persze, a mocskosság érdekli, a feszültség. Ilyenek vagyunk mi emberek, de hogy mondjam, mindig szoktam mondani, hogy senki soha nem állt egy kalasnyikóval a hátam mögött, és kergetett ide a gép abszolút elé, hanem ezt végig gondoltam, hála Istennek nem színésznek mentem, mert nekem nincs rossz oldalam. Egyébként tényleg milyen jó színész lenni. Milyen jó színész lenni, hogyha kell hozzá a rossz. Nem rossz. Ja, tehát ha kell a rossz oldal, akkor szerintem nagyon jó színész lennék. Jó színész lennék. Na majd egyszer, hogyha lát a kamera, azt látni kell. Tehát nem, maximálisan egyetértek. És itt tekerek vissza arra, hogy nem a Ferire haragszom a történt dolgokért, és ahogy Rina történtek, és amik elhangzottak, és amik megjelentek, magamra. Hogy én ezt hagytam egy napnál tovább. Nekem van jogom kívülről felmenteni. Tudod, erre szokták mondani, ja, ha akkor tudom, hogy ez nem persze, így működik. Persze. Tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt, idézőjelbe téve, a Tominak meg nekem kasztingolnunk kell, és egy jó műsorra kell nekünk egy pár, akkor valahogy csak meggyőzlek a Tamással együtt benneteket, hogy gyertek el, mert jó lesz. Reménykedem benne, bízom benne, hogy jó lesz. Persze. Hát legfeljebb, persze, tehát ez nem becsapás. Ez mindannyian jót akarunk, amikor persze belefogunk. Van, amikor ez egy picit félresiklik. Hát, igen. Na, de akkor vékony, arra, igen, igen, mondjad. Vékony jégen táncolunk mostanában. Oh, úgy érzem, hogy valami olyan csavar lett az életed. Köszi. Ez jó volt? Köszi. Igen. Furcsa dolgot
olyan dologba vágtad a fejszedet, na ezt senki nem tudja róla. Szerintem még Laci se? Hát kevesen. De szerintem mostanában kevesen tudnak rólam bármit is igazából. Amit rólam tudni kell, hogy maradt a nagybetűs szerelem a tánc, tehát ez változatlan. Amíg mozog a kezem, lábam, addig én táncolni fogok. Van egy csodálatos csapatom, akiknek felnőtt, hát egy női közösség, egy fantasztikus női közösség, mert nem is az, hogy én órákat tartok, meg ilyenek, semmi ilyesmi. Egy olyan női közösség van, akik szeretik, tisztelik és támogatják egymást. Tehát nagyjából ugyanaz a stáb tulajdonképpen, hogy emberek járnak. És a másik pedig, hogy voltam abban nagyon-nagyon szerencsés helyzetben, hogy a Hoffmann Nóri, aki a Hoffmann Jégtánc Akadémiának a vezetője, vagy Korcsolya Akadémiának a vezetője, ők a magyarországi jégtáncos utánpótlások tulajdonképpen, akár ha oda kerülne a sor, akkor ők olimpián is indulhatnak, sőt, rengeteg versenyen indulnak, és nekik segítek a táncban. És nekik. Koreográfiákat? Igen, táncot tanítok, aha, és koreográfiát, és nagyon-nagyon szeretem őket, úgyhogy nekem van egy családom, egy táncos családom, meg egy jeges családom. Az jó. Te tudsz korizni? Nem is féltem a lábam. Te szárazon. Én szárazon. Én szárazon. Én táncot tanítok nekik terembe, de már mondták, hogy voltam égen velük, az nagyon vicces volt, mert hogy felvettem a korcsolyát, és rám vigyáztak végig, hogy ne essek el, de tudok valamennyire korcsolyázni, tehát ők már olyan, tehát hogy ezek egészen nem, 8 évestől a 13-4-5-6 évesig olyanokat csinálnak, hogy csodálom őket. Te és a napolaját mikor énekelted utoljára? Jézusom, nem tudom. Mondjuk. Nem, hát az már nincs, az megszűnt? Tehát nem tudom. Az énekesi UFO. Hát tulajdonképpen megszűnt, úgyhogy én nem tudtam róla igazából. Tehát volt egy retrokör. Ja, akkor várj, ez úgy néz ki, hogy megszűntem, csak nem szóltam. Így van. Pontosan. Értem. Úgy, ahogy mondod, tehát amikor észrevettem, hogy már nem vagyok az UFO-ban, ami azért mókás, én azt gondolom, mert hogy nem tudom, hogyha valaki azt mondja, hogy UFO, akkor hát, ha nem a Zsolti első, tehát hogy a Zsolti elsőnek oké, a haja, de ez egy másodiknak én a vörös nagy hajammal jutnék eszükbe az embereknek az UFO-val, ami a mai napig borzasztóan jó. Én nem szerettem soha, hogyha például most van egy nagyon-nagyon jó barátnőm, aki hozzám jár táncolni, és úgy lettünk barátságban, és mondta, hogy de nekem fogalmam nem volt, hogy te az UFO-ba voltál. Mondom, hála a jó Istennek. Tehát én nem szerettem a sztárság részét. Én nem éreztem magam soha sztárnak, én egyszerűen csak azt csináltam, amit szerettem. És ez a sztárság része pedig a velejárója volt ez a történet, akár tényleg a média, a minden is. Úgyhogy, de akkor énekelni nem jársz már fellépni? Nem, hiszen a Zsoltival ugye történtek, amik történtek, amikben most nem menjünk bele, és abban a hónapban nekünk 25 fellépésünk lett volna. És akkor így egy nap, az első nap így 15-öt lemondtak, és próbáltuk életbe tartani, úgymond pótolni a Zsoltit. Ez igazából teljesen jól ment egy ideig, és amikor ő visszakerült a képbe, akkor ugye hát nem velem folytatta az UFO-t. Ezt a mai napig nem keresett ezzel kapcsolatban, nem beszéltünk ezzel kapcsolatban. Azért ez egy kicsit, nem tudom, tehát ilyen rossz szájízt hagyott maga után, és hát ugye kapok TikTok, meg nem tudom, ilyen videókat, amin a mostani UFO szerepel. És a te hangodon énekel? Vagy nem, te hangod, nem. A hölgy, aki benne vitte? Van, igen, nem ő a saját hangján énekel. Az lett volna még egy szép csavar ebben a történetben, hogyha most valaki a te hangodra tátok. Na tessék! Nem ironikus lesz. És róla is kiderül, hogy valójában keresztes. És nem is a keresztes. Ennyi? Akkor te többé nem hiszel az UFO-ban. Tessék? Nem hiszel többé az UFO-ban. Többes szám nélkül. Nem. Tehát, hogy így nekem az az UFO, tehát az az igazi UFO, akik mi voltunk, én azt tudom, hogy az milyen volt, milyen fellépések, milyen bulikat csináltunk, mi volt az erősségünk. Én nagyon szerettem, hogy a közösség szeret minket, az egy csodálatos érzés volt. Akárhányszor autogramot, még annó autogramot kértek, én mindig ott álltam, még órákig. Az imént azt kérdezte Tomi, hogy mikor énekelted utoljára. Lehetne, hogy most csak egy sor énekel velem? Nem. Tudod, biztos, hogy ide jövett, idáig jöttem, biztos, és végig hogy ezt énekeltem. Biztos, hogy nem. Nem, rosszom ennek tartanám. Nem. Nekem ez egy ilyen lezárult fejezet, főleg úgy, hogy nem is túl szépen. Én a mai napig, tehát én mai napig szívesen benne lennék az UFO-ba, mert nagyon szerettem. Még valaha szeretnél énekelni? Nem. Ez már lezárult. Nem, nekem a tánc. Csak a tánc. Én ott ki tudom tombolni magam, ki tudom fejezni az érzéseimet, és az, hogy
én mindig, amikor táncot tanítok, az első legfontosabb, hogy szeressenek táncolni, és onnantól kezdve tudunk haladni, és tudunk bármit építkezni egy biztos alapokra, de a tánc szeretete megvan, és nekem meg, és ahol mindig több ember szeret táncolni, nekem már jó. Akkor maradjunk annyiban, hogy nyár van, és semmi baj. Amen. Ahogy kezdtem. Úgy, gyerekek. Amen. Nem, bevallom őszintén, a felelősség az enyém, mert én kezdtem a legrosszabb szó viccel, amit valaha ember mondott ezzel az UFO-val. A Tomi természetesen ezt lezárta tökéletesen. Hozában. További sok-sok boldogságot. Nektek is, és köszönöm szépen a meghívást mindenkinek. Köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.